A nők elleni erőszakot így fogalmazták meg az ENSZ-ben. Bármely olyan a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérüléseket okoz vagy okozhat a nőknek. A legtöbb esetre soha nem derül fény, van, aki szégyenli a történteket vagy fél a további bántalmazástól, de akad, aki reménykedik a helyzet megváltozásában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Magyar Vörös Kereszt is segíti a bántalmazott nőket, anyákat, tájékoztatott a megyei igazgató. Gurály Edina kiemelte, krízisközpontot is működtetnek, hogy szükség esetén azonnal tudjanak intézkedni, segíteni a bántalmazott nőkkel és gyermekeikkel. Családgondozók, jogi tanácsadók, pszichológusok is foglalkoznak a Vörös Kereszt segítő otthonában. Tavaly 40 esetünk volt, ami azt jelenti, hogy 40 anya fordult meg ebben az otthonban, közel 105 gyerekkel. A megforduló eseteknek 75%-a azért került hozzánk, mert valamilyen fajta bántalmazást szenvedett el. A leggyakoribb bántalmazás az a lelki bántalmazás, tehát valamiféle sérülés éri az anyát és a gyerekeit. Sajnos a gyerekek is elszenvedik ezeket a bántalmazásokat. Nagyon sokszor ennek fizikai megnyilvánulása, és ritkább esetben, de sajnos előfordul, hogy szexuális vonulata is van ennek a bántalmazásnak. Nyíregyházán az Oltalom Szeretett Szolgálat ebben az épületben működteti a családok átmeneti otthonát. A központ most teltházas, 12 család, összesen 40 tagja él itt. Nem csak bántalmazottaknak nyújt menedéket a hely, hanem a nehéz helyzetbe kerülteknek is. 2016-ban 33 család felvételéről gondoskodtunk. Ebből a 33 családból 5 család bántalmazás miatt kérte a felvételét, 28 család pedig egyéb lakhatási problémát, az életkörülményeinknek a nem megfelelőségét jelölték meg. A 28 családból kiemelném még azt az 5 családot, 5 anyukát, akik a válsághelyzetben lévő várandóságok miatt kérték felvételüket, illetve a szülészetről kikerülve kérték el helyezésüket a maguk és az újszülött gyermekük számára. Mindkét otthonban egy évig maradhatnak a bántalmazott nők, ha ez idő alatt nem sikerül rendeznie életét az érintettnek, akkor kérelmezhet fél éves hosszabbítást. Így összesen másfél évig maradhatnak az átmeneti otthonokban a bántalmazottak.